Sziasztok, srácok, én vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban itt van velem Gergő. Sziasztok! Nézzétek meg az ő csatornáját is, mert már ő is elkezdett videózni. Leírás és most elég sok közös tartalmat szeretnénk csinálni, úgyhogy ez lesz az első ilyen videó, hogyha még rám nem vagytok feliratkozva, akkor mindenféleképpen iratkozzatok. Akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és már mint a címből is láthattátok, ez egy... Hogy kell kimondani? Smash or pass. Igen, olyan videó, úgyhogy... Lefordítva, adom, nem adom szó. Én most Nadinnak fiúkat fogok mutatni, és elmondja, hogy bejönne neki, és hogyha olyan világ lenne, vagy bármi, akkor összejönne velem. Hol nekem sincs barátom, nyilván most sincs, de hogyha mondjuk az illetőnek sincs olyan párja, meg ilyesmi, szóval értetek. Na jó, szerintem kezdjük el. Pont röhögtem, amikor kimondta az előbb a nappalival tévénézés közben. Bye, Alex. Itt adom, én 100%-osan én nagyon szeretem, de hát aki követ, az tudja, hogy nekem ilyen fél. Én nem tudtam. Nem? Aztán a legjobb haverom. Na jó, van, milyen vagy? Nem tudtam. Mindenki így mondogatja, de most nem tudom megérzni, ki igen, ki nem. Ja, jó van. Na jó, milyen kövi? Fülöp. Amúgy jó teste van, meg korban is úgy, nem tudom, hogy hány éves lehet, de... Se. Nekem úgy nem, tehát amikor így mosolyog, vannak ezek a nagyon erőltetett mosolyok, tudod, és... Ez, mint itt? Nem. Hát ez is. Amúgy, na jó, mondom azt, hogy adom. Jó, elfogadnám, tudod? Következő, Dancsó Péter. Őt nem adnám. És miért nem? Nekem a stílus az olyan, nem tudom, meg hát ő már idős. Nekem úgy nem. Ne haragudj, de most kiről is volt szó? Őt nem adnám, nekem ő nem jön be. Jó, nem tudom, hogy ismered, de TikTokon biztos láttad, Marics Peti. Neki nagyon jó videói vannak, őt adnám. Tudom. Én találkoztam vele többször is. Van képem is vele. Ja, jó van. Ja, már meg is volt a csinálni. Ja, és meghívtam őket egy fagyira. Mi a kövi? Meghívtam őket egy fagyira. Nagyon ügyes vagy, de mi a kövi? Sőt, háromszor találkoztam vele, egyszer drájom. Hajnalva. Mi a kövi? Balogh Balázs. Biztos láttak TikTokon. Őt vele beszéltem is. Aranyosan mi meglepő, hogy beszéljét olyan emberek, akiket mondok neki. Amúgy adnám. Jaj, ne láttam a kérdést. Szóval a következő. Manuel. Nem, őt nem. Konkrétan gyereknek nincsen álla, vagy nem tudom, őt így van, vagy nem tudom, de őt nagyon nem adnám. Most fikázott az embereket a videóban. Én most meg fognak utálni a Manuel fanok. Nem, nekem semmi bajom nincs ugye Manuel-el, de van a Csókházasság halálvidom, hogyha nem láttatok még, akkor nézzétek meg. Valamelyik sorokba úgyis berakja. Igen, ott is azt mondtam, hogy őt ölném, őt nem szeretem, őt nem csípem. De mármint a kinézetét, vagy maga a személyiségét sem, soha a személyiségét nem ismerem. A zenében van egy-kettő jó sor, meg amúgy tehetség, és ezzel nincsen semmi probléma, de nekem úgy a külső az olyan... nem. Ki van? Őt már mondtam neked. A Clash. Clash, de ó, de mi? Hát nyilván ismerem, és ugye hát, hogyha úgy nem ismerném, mint ugye nem lennénk barátok. Most csak... arról beszélünk, hogy egy szürreális világban vagyunk, tehát hogy neki jó, nincs ilyen pillanatban barátnője. Neki nincsen jelenleg barátnője, nem ismerjük egymást, csak így nem tudom, valahol találkozunk, akkor azt mondanám, hogy amúgy adnám. Fekusz! Igaz, vele is most amúgy... A Fekuszt az úgy volt, hogy én már felraktam a listámra, amikor még Nadine itt se volt. Igen. És utána voltunk kint fotózni, és pont Fekuszról beszélt, valahogy szóba jött. Szóba hoztuk, és... És én ott már nagyon röhög. De őt amúgy adnám, bár ugye őt is ismerem, de hogyha csak így random... Ugye hát alapból ugye én követtem be, tehát az, tehát hogy adnám. Ja. Ja. Ez egy célzás amúgy. Nem! Benipova. Neki sincs barátnője, semmi, esetleg találkoztuk, bármi, úgy képzeld az egészet. Hát, mondjuk amúgy őt is, tehát hogy tök jól néz ki, jó a stílusa, érett, tök korrekt a gyerek, szóval adnám. Kristóf. Őt nem adnám. Őt nem. Alfred. Gondolom ismered. Vele is beszéltem, igen, de nem ilyen nagyon komoly beszélgetés, úgy nem mentünk bele, nem ismerem. De nekem úgy amúgy nem jön be. Nem tudom, őt úgy nem adnám. Mondom, hogy itt van, hogy akit nem adnám. Ott van Dancsó, ő. Jó, szóval őt nem adnám, nem tudom, nekem úgy nem. Szender Milan. Hát amúgy nekem... amúgy őt adnám. Amúgy tök szimpatikus, meg vele is így beszéltem egy-két szót, nyilván vele nem annyit, de őt adnám. Ja, jól néz ki. Ki az, akit nem adhatnál?
Nem tudom. Ez a videó ennyi lett volna, a Gergőhöz is felvettünk egy ilyen részt, amiben én fogok lányokat mutatni neki, úgyhogy ezt is mindenféleképpen nézzétek meg. Körülbelül egyszerre fogjuk kitenni őket, úgyhogy ha ezt a videót látjátok, akkor nézzétek meg nála is, mert már valószínűleg kint lesz. A következő videóval találkozunk, addig is puszi a pocitokra és sziasztok! Sziasztok!